Győr alpolgármestere Radnóti Ákos sem volt rest megmozgatni a győri állatmenhely kutyusait. Eldobta a botot, a két alig egy éves kölyök pedig örömmel hozta vissza azt. Láthatóan jól érezték magukat a most elkészült adivárosi kutyafuttatóban. A város legnagyobb kutyafuttató területe itt található, hiszen hogyha innen elindulunk az ifjúság körült végétől egészen az adivárosi tóig tart ez a hátsó zöld területi részen a kutyafuttató. Viszont úgy döntöttem, hogy szükséges lenne ezt elkeríteni, hiszen sokan kérték, hogy ha kutyával lejönnek, jól lenne, hogyha zárt helyen tudnának lenni. Én nem mindig támogatom az olyan jellegű megoldásokat, hogy a városban vannak olyanok, ilyen kisebb méretű ketrecnek szoktam nevezni, amikor ilyen 5x5 vagy 10x10 méteres területen belül be vannak zárva a kutyusok, hiszen a kistestű kutyáknak az jó, de a nagyobbaknak a szenvedés és egyáltalán nem szórakoztató. Itt viszont bőven volt terület, ezért sikerült ezt igényesen megcsinálni. Radnóti Ákos álma az volt, hogy a futtató egyfajta kutyajátszótérként is funkcionáljon, ezért kitették például ezt a csőszerű játékeszközt, amiben körülbelül 1 méter hosszú csövön tud átbújni a kutyus, továbbá a gyűrű játékeszközt is, amin át tudnak ugrani a zebek. Az alpolgármester elmondta, több ütemben készült el a kutyaélménypark, többek között a polgármesteri vizitterepen című műsorban dr. Dézsi Csaba András véleményét is kikérte, akivel közösen döntöttek arról, hogy az egész területet be kell keríteni. Első ütemben elkészítettük a kerítés 3/4-ét. Én akkor először úgy gondoltam, hogy nem szükséges a hátsó részt lezárni, hiszen nem mindenki örül, ahogy mondtam, hogy le van zárva, de akkor nagyon sokan kérték, és a polgármesterrel is megegyeztük, tehát a kerítést befejeztük teljes egészében körbe. Először kikerült ugye 5 játékeszköz, viszont úgy gondoltam, hogy van még hely bőven, és akkor most kikerült nemrég egy 6. játékeszköz is, plusz illetve a padok, úgyhogy így lényegében így állt össze ez az egész. Radnóti Ákos szerint nagyon sok a kutyás a város részben, így mindenki nagyon örült a fejlesztésnek, amit a menhelyi kutyatestvérek, Zsüli és Vivi is nagyon élveztek. Rótták a köröket, majd néhány jutalomfalattal arra is rá lehetett őket venni, hogy birtokba vegyék a játékokat is.